Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Buda Kalász ma adását látják. Elsőként nézzük mai híradónk tartalmát röviden. Városi díjak, vendégeink voltak az idei díjazottak. Veterán járműtúra, oldtimer autók és motorok Buda Kalász útjain. Toborzó, új jelentkezőket vár az 1111-es számú Szent István cserkész csapat. A hagyományokhoz híven az augusztus 20-ai városi ünnepségen adták át a városi díjakat. Az idei Buda Kalász kultúrájáért díjat Juhász Zsolt kapta, aki évtizedek óta meghatározó alakja a város kulturális életének. A koreográfus karrierjéről, az elismerésről és a kalászi kortárs tánc találkozóról is mesélt stábunknak. 22 év munkájának gyümölcse érett be augusztus 20-án, amikor átadták a Buda Kalász kultúrájáért díjat Juhász Zsoltnak. A koreográfus elmondta, fantasztikus érzés volt átvenni a kitüntetést. Végighallgatni azt a nem is tudom hány perces litániát, amit az életutamról felolvastak, és még én is meglepődtem, mennyi mindent történt az emberrel az elmúlt 22 év alatt. Úgyhogy az tényleg egy nagyon felemelő volt, és tulajdonképpen a 20-et, ami is egy ünnepnap, de végévényesen bearanyozta. Lokál patriótának születtem, mert Szeged után ez lett a második otthonom, tehát 22 év, mert itt 95 óta, igen, hát 22 éve lakom itt, és hát mindent megpróbálok tenni azért, hogy itt a kis közösségbe Buda Kalászon tegyek azért, hogy a kultúra az magas színvonalon működjön, és nagyon jól esett, hogy ezt végül is ilyen szinten is elismerték. Juhász Zsolt szülővárosában Szegeden kezdett el táncolni. Több mint 2 évtizede költözött Buda Kalászra, érkezése után szinte rögtön felkérték a Lemvirág Tánc Együttes és a Kalász Tánc Együttes gyerekcsoportjának vezetésére. De nem csak a tanítás játszott fontos szerepet az életében. Kezdődött az életemben nullatánc műhely, aminek itt a budakalászi faluházban voltak az első bemutatói, a legendás Infant című előadás, illetve a 10. vőlegény, tényleg azt lehet mondani, hogy egy nagy szakmai sikert értünk el. Ennek kapcsán aztán jött az ötlet, hogy csináljunk egy fesztivált is Buda Kalászon, egy kortárs tánc találkozót, ami természetesen, ha már én találtam ki, akkor legyen a néptánc a központi témája. Tehát megpróbáltam olyan alkotókat hívni mindig is, akiknek valamilyen köze volt a néptánchoz, vagy abból alkott kortárs előadásokat, vagy a néptánc területéről érkezett. Hát most már ez is szépen kinőtte magát, hiszen most már 15. fesztivál lesz idén. A kalászi kortárs tánc találkozó régi hagyományokkal rendelkezik a városban, mint minden évben most is újításokkal és izgalmas programokkal várják az érdeklődőket. Kicsit most nyitunk is idén egyébként, mert régi tervünk már, hogy a helyszíneket bővíteni, tehát a pilisi régióban kinyitni, most ezzel próbálkozunk. Dunabogdány lesz az első, jó messzire megyünk, Dunabogdány lesz az első helyszín, ahova kitekintünk, ott lesz a Dunatáncfej legutóbbi bemutatójának második előadása az Otthon címmel. Ifjabb Zsurávszki Zoltán fog Tókos Attila partnerével egy Káin és Ábel ihletettségű testvér című darabot előadni. Ez igazi néptánc színház, azt gondolom. A találkozóra idén irodalmi témájú programokkal és gálaműsorral is készülnek, ahol a Lemvirág Tánc Együttes, a Kasszandra Tánc Együttes és több kortárs művész is fellép majd. Nem csak a Buda Kalász kultúrájáért díj nyertese, városunk idei díszpolgárai stúdiónk vendége volt. Garami Lászlóné Margó életéről, Buda Kalászért végzett munkájáról és a város egészségügyi helyzetéről is beszél majd a TV Buda Kalász köztér című műsorában. Garami Lászlóné Margó néni, ahogy minden Buda Kalászi ismeri, 2001-ben költözött Buda Kalászra családi okok miatt. Nyugdíjasként került a városba, aktív éveiben pedagógusként dolgozott.
Margó néni a kezdetektől fogva fontos tagja volt a város közösségének, a ma is működő egészségklub megalapítása is az ő nevéhez fűződik. Gál Katalin, a házi orvosunk, illetve akkor még nem volt az enyém, csak körzete van, itt házi orvos volt, és megkeresett engem, hogy hozzunk létre egy klubot. Akkor én nem is tudtam, hogy ő valahova pályázatot adott be ennek a klubnak a megalakítására. Ez csak jó pár évvel később vallotta be nekem. Először féltem tőle, nem akartam vállalni, mondván, hogy 4 éve lakunk itt, nagy sok az elfoglaltságom, és nem ismerem az embereket, nem tudtam, hogy reagálnak az én kezdeményezéseimre. Mint pedagógus egész életemben mások értettem a tanítás mellett, soha nem zárkóztam el. Mondjam azt, hogy nagyon sokféle feladatom volt. Kezdem azzal, hogy Szolnokon laktunk először, hát a fiatal házasként, és Zsuzsa is akkor még fiatal, gyerek volt, és megkerestek a Szolnok megyei tanácstól, akkor még tanács volt, hogy menjek kis újra szakfelügyelőnek. Ó, de azt nem akartam kimenni. De az, hogy ők valamire fel akartak kérni, az lett a következménye, hogy utána bevittek a gyermek- és ifjúságvédelem, megyei szinten gyerek- és ifjúságvédelmisnek, de én a tanítást soha nem hagytam. Azt mondtam, hogy tanítás mellett vállalom, de a gyerekeket nem. Én nagyon szerettem a gyerekeket, annál szebb dolog nincs, mint mikor azokat a mosolygós szemeket viszonozni, akkor tág szemeket, mikor magyaráz nekik az ember, és válaszolnak, örülnek, ha tudnak valamit. Legnagyszerűbb dolog a világon a gyerek, én csak ezt tudom mondani. Az egészségklub máig meghatározó a város életében. A klubnak köszönhetően a többi között nőgyógyászati, bőrgyógyászati és urológiai szűrés is van Budakalászon. Én nagyon örülök neki, hogy a budakalászi lakosok partnerek lettek, mert egyedül nem bírtam volna ezt az egészet elvégezni, és nem csak a budakalászi lakosoknak, hanem azoknak az embereknek, akik ott a klubban voltak, hogy segítettek. Nagyon sok jó érzésű, jó indulatú, szeretetre méltó, és egymás iránt tiszteletet érző ember él. És ezekből az emberekből került ki az a 25-30 ember, mert most van annyi, aki viszi az egyes kis területeket, jóformán csak éppen oda kell nézni rájuk, vagy ha valami gondjuk van, akkor szólnak, vagy az éves munkatervbe befoglalni ezeket. És nagyon köszönöm nekik, és nélkülük ezt a díjat se kaptam volna meg, mert egy ember nem tud munkát úgy végezni, hogy az nagy közösségre hasson. Margó nénit meglepetésként érte az elismerés. Úgy gondolja, hogy a díszpolgári cím nem csak saját érdeme, környezetének is nagyon hálás a támogatásért. Őszintén megmondom, hogy nem számítottam rá, mert én magam nem éreztem azt, hogy én ezért csinálnám, vagy hogy én díszpolgár. Én tettem az emberekért, mindent az emberekért, és jól tagadhatatlan, nagyon örültem, jól esett, jól eső érzés, és örülök neki, hogy most már Budakalász díszpolgárai közé tartozom. De ez kötelezés, úgy érzem. Erre utána jöttem rá, hogy hát ez kötelezés. A teljes beszélgetést megtekinthetik jövő héten hétfőn Köztér című műsorunkban. A hétvégén Budakalászra futott be a 10. jubileumi Szentendrei szigeti veteránjármű túra. A találkozó résztvevői Szigetmonostorról indulva a Pilist bejárva teljesítették a több mint 100 kilométeres távot. A legidősebb jármű 1940-ben készült, a legfiatalabb navigátor pedig 10 éves volt. A Kalászi Kocsi Fesztivál óta nem volt annyi jármű különlegesség a Kóskároly Művelődési Ház parkolójában, mint szeptember 2-án a 10. Szentendrei szigeti veteránjármű találkozón. Az oldtimer autók és motorok szerelmesei egy túrával egybekötött jó hangulatú napot töltöttek el együtt a Dunakanyarban. A végállomás Budakalász volt. A mai túra útvonala 103 kilométer volt, szerintünk. A Google szerint csak 97, egyes résztvevők szerint pedig 108
ki mennyit bolyongott. Előzetesen bejártuk az útvonalat, amit kitaláltunk, többször is, úgyhogy fölmértük a távolságokat, meghatároztuk, hogy hol lesznek majd a egyes állomások, oda kitaláltunk bizonyos feladatokat, és akkor a meghatározott útvonalat ugye mi papírra vetettük, és készítettünk egy itinert, és ez alapján tájékozottak. Vannak ugye a motorosok, és az autósokat ketté, a 70 előtti és a 70 utáni gyártott autókat. Az utolsó befutó után egy 20 perccel már eredményhirdetés lesz. Ezt nagyban megkönnyíti az a általunk kitalált módszer, hogy papírcentiket adunk a versenyzőknek, és a hiba pontokat pedig mindig levágjuk. Tehát akinek a leghosszabb a centije, valószínű ő gyűjtött a legkevesebb hiba pontot, így ő a nyerő. A 2006-ban alakult egyesület célja, hogy a környék veteránjármű tulajdonosait, kedvelőit összefogva egy olyan baráti társaságot alkosson, akik szívesen vesznek részt a veteránozást népszerűsítő, támogató rendezvények megtartásában, szervezésében. A közösség az elmúlt 10 évben egyre csak nő. Idén 11. alkalommal rendeztük meg a Szentendrei Szigeti Veteránautós Motoros Egyesület szervezésében a Szentendrei Szigeti és a Pilis érintésével létrejött veteránautó találkozónkat. Idén is, mint minden évben, Szigetmonostorról indultunk, ott volt a gyülekező. A Pilisben keresztül egészen Esztergomig tartott a futam, ott ebédeltek a versenyzők, és a Dobogókői úton Pomázon keresztül érkeztünk Budakalászra. Alapvetően ez egy több mint 110 kilométeres táv, tehát ugye azért ezeknek a koros veterán járműveknek ez is már egy teljesítménytúra. Ezen kívül az útvonalon több ötletes, illetve ügyességi feladat is volt, valamit autóval, valamit pedig két kezünkkel, tudásunkkal kellett teljesíteni. Próbálunk azért minden évben valami újat csinálni, viszont a rendezvény jellege az minden évben ugyanaz, ezt próbáljuk megőrizni. Az volt a kritérium a legelső, hogy 25 év fölötti járművel szabad csak nevezni. Ebbe beletartozik természetesen az is, aki oldtimer minősített, tehát OT-rendszámos autóval nevezett, illetve az is, akinek szép állapotú, viszont 3-betű-3-számos régi autója van. A legrégebbi autó az valamikor a 40-es években készült. És hogy bírta a távot? Most már itt kell, hogy legyen valahol a hátam mögött, valahol az első indulók között volt. Én, hogyha jól tudom, akkor ezt hiba nélkül teljesítette. Jövőre nagyon gondolkozik az egyesület, illetve a szervezés, hogy már egy kétnapos találkozót szervezünk. Hogyha azt nem is, ez majd még eldől az egyesületben, még nem szeretnék előre bocsátkozni, hogyha azt nem is, akkor egy hasonlóan színvonalas egynapos versenyt fogunk rendezni, ugyanígy szeptember első hétvégén, illetve első szombatján. A vonuló járművek csodálói valósággal időutazást élhettek át, mikor keresztül robogtak a városon az 50, 60 vagy akár 70 éves gépek. A résztvevők így bőven gazdagodhattak az elismerő pillantásokban, és idén is mókás feladatokat találtak ki számukra a szervezők. Hiszen nem volt elég a túrát teljesíteni, próbára tették a sofőrök és a járművek teljesítményét is. Nagyon gyönyörű útvonalon jártunk, gyakorlatilag az egész verseny tetszett, gyönyörű ez a környék, minden nagyon szuper volt, nagyon jó volt. Voltatok-e esetleg már máskor is ilyen típusú versenyen? Próbálkoztunk már vele, igen. Ez a rangos versenyek közé tartozik, mindenféleképpen ezt mondhatom. Mit kell tudni az autótokról? Ez egy 1960-as évjáratú Skoda Felicia, gyári alkatrészekkel teljesen fel van újítva, ilyen lett. Honnan jött a szerelem így a régi autók iránt? Valószínűleg ezt édesapámtól örököltem, gyanítom, ilyen, már kiskoromban is ilyen öreg autók voltak otthon, és valószínűleg ő fertőzött meg. Most a részvétel számít, vagy inkább az eredmény, vagy mindkettő? Na, csak a részvétel számít, de ha győzünk, az se baj. Hogy érezték magukat a mai versenyen? Nagyon pompás volt, jó szervezéssel, jó feladatokkal, és talán sikerrel is. Ki volt a versenyző társama? Juhász Somának hívják, nagyobbik unokám. Ha jól láttam és jól érzékelem, akkor ő a legfiatalabb versenyző a mezőnyben. Igen, úgy érezzük mi is, bár nem biztos. Nem lehet elég korán kezdeni ezek szerint a veterán járművek szeretetét? Igen, ő tavaly előtt kezdte el, 2 éve kezdte el a navigálást. És hogy megy neki?
nagyon jól. A mi autónk egy Opel Olympia rekord, ami 57-es évjáratú, ebben jöttünk most. Mennyire volt hosszú neki a táv, vagy jól bírta? Ja, ez a mindent kibíró autónk, úgyhogy ebben bárhova, bármikor lehet menni, ez még igazi strapa. Legközelebb jövő ősszel, szeptember első hétvégéjén tartja meg éves találkozóját a Szentendrei Szigeti Egyesület. Addig is a www.szeszvame.hu oldalon követhetőek aktualitásaik. Az 1111-es számú Szent István cserkész csapat örömmel hív és vár új jelentkezőket tagjai sorába. Idén a második és harmadik osztályos lányok és fiúk számára indulnak új őrsök, de idősebbek is csatlakozhatnak a meglévő őrsökhöz. A cserkész csapat 1995 óta működik Budakalászon, jelenleg 200 fővel. A 20 őrsöt 16-tól 25 év közötti önkéntes fiatalok vezetik. Az őrsgyűlések hetente egy alkalommal vannak, többnyire péntek délutánonként vagy szombat délelőttönként. A jelentkezés feltétele a felekezetnek megfelelő hitoktatáson való rendszeres részvétel. Érdeklődni és jelentkezni a képernyőn látható telefonszámokon lehet, vagy személyesen 2017. szeptember 29-én pénteken 17 órakor a Szent István telepi templomban a cserkész toborzón. Ősztől folytatódnak a Kóskároly Művelődési Ház állandó programjai. A budakalásziak számtalan művészeti és sportprogram közül válogathatnak idén is, de nyelvtanulásra is van lehetőség a faluházban. A többi között az önismereti körbe, kreatív írásklubba és fotóklubba is lehet jelentkezni, a mozogni vágyókat pedig jógával, változatos táncórákkal és harcművészeti foglalkozásokkal is várják. Zenével és színjátszókörrel is találkozhatnak az ide látogatók. A részleteket a Művelődési Ház Facebook oldalán láthatják. Híradónk végén nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap. Pénteken kezdetben még sokfelé felhős, de csapadékmentes időre van kilátás, majd észak felől egyre nagyobb területen süt ki a nap. A délután második felében már országszerte napos időre számíthatunk, csapadék nem hullik. Este és éjszaka csillagfényes, párás időre számíthatunk. A Budakalász ma adását látták, maradjanak velünk továbbra is, mert a folytatásban megtekinthetik Fogadó óra című műsorunkat. Híradóval legközelebb, holnap este 6 órakor várjuk Önöket. Addig is visszanézhetik korábbi műsorainkat a www.vkctv.hu oldalon, de követhetik online az élő adásunkat is. És ne felejtsék el, hogy csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!